A 6 Jurassic film. Sokan voltatok kíváncsiak arra, hogy én hogyan rangsorolom őket. Így gondoltam, összedobok egy videót erről. Nagyon szubjektív a lista, így mindenképp írjátok le a ti rangsorotokat kommentben, nagyon kíváncsi vagyok rá. Elnézést kérek a hangom miatt, picit meg vagyok fázva, ezt nézzétek el most. Ne is húzzuk tovább az időt, üdvözlök mindenkit, ez a Jurassic Lore Hungary, én Sanyi vagyok, és nézzük meg a nagy Jurassic film rangsort. 6. Jurassic World világuralom. Szerintem nem sok embert lep meg, hogy ez a film van a 6. helyen. Nem tudom, mit szívott Colin a forgatókönyv írása közben, de ennyi hülyeséget ritkán látni egy filmben. Ez az egész sáskás szál borzalmas szerintem. Semmi keresni valója egy dinós filmben, vagy Jurassic filmben meg pláne. Ha azt kivennénk, akkor egy tök jó kis film lenne, de hát így. Ehhez köthető a film mélypontjai szerintem, ugye Macy anyjának a története, ez, hogy ő asszexuálisan szaporodott, ezt még kimondani is fájdalmas. Ekkora hülyeséget, én tényleg nem értem ezt, hogy találták ki. A CGI is nagyon csúnya sok helyen, főleg kéknél, amit nem tudok megérteni, hogy a kvázi a fő dinoszaurus hogy nézhet ki így egyes jelentekben, de az atrociraptorok is nagyon gagyik sokszor. Végül csak plusz egy évük volt dolgozni a filmen, nagyszerű munkát végeztek, ezeket tényleg nem lehetett volna kijavítani egy év alatt. Illetve az animatronikok is borzalmasan bénák szerintem. Tehát értem én, hogy a rajongók miatt tették bele őket, mert sokan szeretik ugye a robotokat, főleg a parkfilmek miatt, de könyörgöm, 2022-ben, mikor a robotika a csúcson van, csináljunk már meg őket igényesen, a Muppet Show-ban életükben mozgó, de Brekki béka bazd meg, mint a Dilophosaurusok, vagy a Microceratus, vagy Béta, a borzasztó, hogy azok kinéznek szerintem. És számomra ez nagyon kizökkentő egyébként, hogy egy gumidínót kell nézni, ami így alig mozog, tehát borzalmas, borzasztó tényleg, nem is értem, hogy a bukott birodalommal láthatott T-Rex, illetve a kék után ezt hogy sikerült megcsinálniuk. És én soha nem bocsájtom meg azt a filmnek, hogy Laurie karaktere nem került bele, mert ugye eredetileg, amikor Franklint felhívja Claire, ott ugye Laurie lett volna, csak nem ért rá a színész, és így nem vették fel vele a jelenetet. Megegyezném, hogy plusz egy évük volt amúgy, és kurvára ráért utána a színész, mert aztán elkaszálták a szar sorozatát, de nem baj, pedig ők nagy haverjai Colinnak. Én nem hiszem, hogy nem lettek volna képesek azt a 3 perces jelenetet újraforgatni. És ezt én soha nem fogom megbocsájtani se Colinnak, se az Univerzának, se a faszom Larryt játszó színésznek, én nem tudom a nevét, de nem is érdekel, mert megutáltam egy életre, hogy nem voltak képesek azt a 2 vagy 3 percet leforgatni, hogy rohadjanak meg, és maradt a Franklin. Ez elképesztően fejdegesít. A régi karakterek szerintem egyébként nem kellettek volna bele a filmbe, pláne, hogy ez az egész hülye sáskás szál is amúgy miattuk van, tehát hogyha ők nem lennének, akkor amúgy ez kurvára nem lenne benne, akkor egy normális kis dínos akciófilm lenne Owenékkel, de mindegy. Legalább az új dinoszauruszok azért jók a filmben, most picit törekedtek a paleopontosságra, mint ugye itt a Terizinosaurusra gondolok, az ugye elég jól néz ki, a Quetzal meg ugye az egyik legjobb dizájn az egész franchise-ban. A másik oldalon meg ugye ott a Giga, ami hát valami borzalmas, tehát egy ennyire egy szörny kinézetet adni egy valódi állatnak, ez undorító szerintem. Meg ez az egész múltas hülyeség, hogy a Gigazilla az együtt élt a tollas Rex-el, úristen, ez kegyetlen. Illetve az egész Giga, hogy ő most gonosznak van beállítva, miközben semmi rosszat nem csinál, és így a film végén kivégzik, ilyen elég brutális módon, ezt sem tudom megérteni. Hát köszönjük Colin. És még kielégítő dinóharc sincs a film végén. Ha már arra alapult a marketing, hogy hűha, itt majd a T-Rex és a Giganotosaurus meg fog küzdeni, akkor legalább azt rendesen megmutatták volna, de nem. Tök szépen beállnak egymás elé, forognak, minden elem mondja, ez nem rólunk szól. És mi történik? Rájuk megy a kamera, és semmit nem látunk a harcból, csak épp így a lábukat, hogy épp ugrálnak, meg ilyenek. Hát nem is értem, komolyan mondom, hogy ezt hogy gondolták. Tehát még a 12 éveseket sem sikerült kielégíteni. Azért jó dolgok is vannak benne, mint például a Dilophosaurus visszahozása. Egyébként, hogyha az nem lenne, akkor úgy szidnám a filmet, mint ilyen Malcolm Daxont. Tehát ez volt az egyetlen egyébként, ami miatt én vártam ezt a filmet, és így pozitívan gondolok rá, mert mondom, hogyha a Dilophosaurus kivesszük, akkor számomra ez nem érne semmit ez a film. De így azért elnéző vagyok vele.
Ha egy Jurassic filmben van Dilophosaurus, és az még a hatodik helyen van nálam, na akkor ott már tényleg nagy bajok vannak. Tehát itt tényleg lehet tudni, hogy itt komoly gondok vannak. De azért a régi és az új karaktereket jó volt együtt látni, arra pár mondatra, amit beszélgettek egymással. Szóval azért nem egy annyira rossz film. Ez egy átlag nézőnek, egy egyszeri szórakozásnak szerintem teljesen megfelel. Én rajongónak meg kétszerire. 5. Az elveszett világ. Jurassic Park. Hiába láttam gyerekkoromban rengetegszer az elveszett világot is a Park 1 és 3 mellett, valahogy sosem tudott annyira megfogni. Főleg amiatt, hogy az egész kibaszott film sötétben játszódik, és semmit nem lehet látni belőle. Van az elején a stegós jelenet, a dinó befogós, és 2 kompis, ami nappal van, az összes többi az full sötétben van éjszaka, és ez szerintem, ez borzasztó, és full indokolatlan is. Ez a mennyiségű éjszaka, gondolom nyilván egy olcsóbb volt ugye a film elkészítése, CGI ügyileg meg minden. De ez nem is értem, és az a legnagyobb baj ezzel, hogy ugye a dinoszauruszok itt nagyon szép dizájnokat kaptak, lásd a Himrex, hogy ugye ilyen zöld, sárgás háttal, fekete csíkokkal, illetve ugye a hímraptorok, hogy ilyen tigris mintások is, ezek nem látszódnak ám a filmben, tehát ugyanolyan sötét barnának tűnik az összes, semmi különbség nincs, illetve szerintem túl sok fontos jelenet lett kivágva, amik miatt érthetetlen a film. Például Roland Tembo és AJ találkozása, a kisrex lábának az eltörése, meg ilyenek. De Kelly és a háttértörténete, az nagyon kellett. Olyan unalmas az elveszett világ első órája, hogy az hihetetlen. A főszereplők is full idióták szerintem, főleg Sarah, tehát ritka módú támaszt a karaktert. Valamint ebben a filmben van egy olyan dinós jelent, amit nem szeretek. Ezt azért emelem ki, mert dinós jelentből nehéz szart csinálni, de itt van. Itt a raptorosra gondolok, a magas hűves jelent után, ugye. Hát ott full idióták a raptorok, a CGI is csúnya, meg ugye ez, hogy Kelly lerugja a raptort, ez is szerintem borzasztó. De azért ez még mindig egy elég jó film, a T-Rex tombolása a városban az egyik kedvenc pillanatom a franchise-ban. Sokan pont azt a részt nem szeretik, pedig hát az valami zseniális. Illetve itt vannak a legjobb dino dizájnok talán így összességében, illetve itt meg a Park 3-ban a legerősebbek szerintem a dizájnok. Lásd a Himrex, a Raptorok, a Stego is nagyon szép, illetve a Paki is. Valamint az itt látható animatronikok kiemelkedően jók szerintem, főleg a kisrex. Tehát az animatronika csúcsa, az él az a kisrex, nem tudok mást elmondani. Ez hihetetlen, hogy Stan Winstonék mit alkottak. Szóval összességében ez a sötétség miatt, illetve hogy nagyon ilyen keszekusza a film, ugye a kivágott jelentek miatt, ez nekem nem ér többet az 5. helynél, de még így is azért jobb, mint a világuralom. 4. Jurassic World. Meglepő lehet sokatok számára, hogy csak a 4. helyen van a World, viszont, mint film, szerintem ez a 2. legjobb a 6 közül minőségre, de mégis valamit jobban szeretek nála. Tudom, hülye a gondolkodásom, de kifejtem. Tehát World volt az, ami újra életet lehelt egy halott franchise-ba. Ha nem lenne, én sem pofáznék itt. Konkrétan jobban folytatta a parkot, mint maguk a parkok. Elképesztően jól használta a nosztalgiát, és az új dolgok is iszonyat jól működtek. Lásd idomított raptorok és hibrid dinoszaurus. Illetve az a végső csata a végén, az egyik, ha nem a legepikebb jelenet a 6 film közül. Tátott szájjal néztem a moziban 2015-ben. Ezért sem értem, hogyan lehet olyan szar a Dominion végén a harc. Tehát, hogy itt olyan jól megcsinálták, én nem hiszem el, hogy annyira nehéz lett volna azt is jól megcsinálni, de mindegy. Nagyon jó volt egy működő modern parkot látni, még ha ebből nem is kaptunk olyan sokat. Hatalmasat szólt, mikor megjelent, maga az Universal sem számított rá, hogy ekkora siker lesz. Nagyon sok Jurassic rajongó a World után lett. Gondolok itt a fiatalabb generációra, és ez külön jó szerintem, hogy nem ragadt le a franchise a 3 park filmnél. Egy vérbeli akciófilm, ami feszült, izgalmas, látványos, tehát itt baromi jó a CGI-t, ezt azért emeljük ki, hogy gyönyörű a CGI az egész film alatt szerintem. Főleg ugye az Indominus Rexnél, de a raptorok is szerintem marha jól néznek ki, nagyon élethűek, mind a mozgásuk, mind az egész, ahogy a testalkatuk, ahogy mozognak az izmaik, tehát kegyetlen jól megcsinálták. Érzékelhető, hogy itt már azért jóval kevesebb negatívumot tudok felhozni, mint a másik 2 film esetében.
Szóval a Word-öt én nagyon szeretem, és mondom, tehát szerintem amúgy minőségre ez abszolút ez a második film. Tehát ez egy kurva jó film, csak mégis a harmadik és második helyen lévőket azért jobban szeretem ennél. Nem tudom ezt kifejteni, hogy miért igazából. Az első négy hely az annyira erős, hogy igazából ott csak nanométerek választják, tehát hogy csak az egyik a másik mögött van, azért mert másik film, de ennyit. Tehát az első négyet azt rohadtul imádom, egyébként a ötödik meg a hatodik helyen lévőt is nagyon szeretem, csak azok egy valahogy egy picit hátrébb vannak. Harmadik, Jurassic Park 3. Milyen ironikus, hogy a harmadik helyen a harmadik film áll. Ez a sokak által utált Jurassic film nálam igen előkelő helyet kapott egyébként. Ez az egyszerűbb hangvétel nekem mindig is tetszett. Egy vérbeli kalandfilm a Park 3, semmi több, ellentétben ugye a többivel. Ez a legrövidebb is, csupán másfél óra az egész. Innen is látszik, hogy itt alapból egy kalandfilmet akartak csinálni, és valljuk be, annak a Park 3 baromi jó. Nagyon szépek a dinoszaurusz dizájnok, gondolok itt a raptorokra, a spinóra és a pteranodonokra, ezek a legkiemelkedőbbek szerintem. Ez volt az első film, amiben normális dinó csodát is láthattunk, ugye a Spino versus Rexre gondolok. Hát sokan nagyon nem szeretik ugye a Rex halála miatt, de számomra ez mindig is egy rohadt jó pillanat volt. Emiatt a film miatt robbant ki a köztudatba a Spinosaurus, mint faj, előtte nem is sokan ismerték. Én a Kirby családot is nagyon szeretem, full idióták, úgy ahogy vannak, de épp ez a jó bennük, a legviccesebb karakterek között vannak. A hat film közül ezt láttam a legtöbbször életem során, meg se tudnám számolni, hogy hányszor láttam még gyerekként, a DVD-t a szarrán néztem szerintem, de ezt most is bármikor előveszem. Illetve azért is van a World felett, mert hát van benne Spino, bazd meg! Második, Jurassic World, Bukott Birodalom. Sokan nagyon nem szeretik ezt a filmet, pedig szerintem zseniális. Bajon a rendezése nagyon jó hatással volt a filmre szerintem. Ez a kicsit sötétebb atmoszféra nekem elképesztően tetszett, főleg az aukciós résznél, illetve az Indoraptornál. A szabadulása az egyik kedvenc jelenetem a hat filmből. Régóta várt fajokat is behozott a film, élén a Carnotaurusszal, amit mikor megláttam annak idején az előzetesben, felvisítottam. Illetve a Baryonyx és az Allosaurus is jó újítás volt, még ha ezeknek nem is olyan szép a dizájnja, mint a Carnónak. Illetve szerintem ebben a filmben a legjobb a CGI összességében, és a praktikus effektek is nagyon jól néznek ki, sokkal jobban, mint a Világuralomban. Ami nekem sem tetszik, az maga a Lockwood szál, hogy ugye kiderült a semmiből, hogy Hammondnak volt egy partnere, meg ugye ez a klónozás téma sem a legjobb, de túl tudtam ezen lépni igazából. Annyi pozitívum van ebben a filmben, hogy nekem ez nem számított. Legalább ez a film próbált újítani, és szerintem egy nagyon jó irányba, csak kár, hogy ezt nem tartották meg. Ilyen Malcolm is eleget szerepelt benne, nekem ez bőven elég volt, így legalább nem volt túl tolva és hű maradt a karakterhez. Valamint ugye itt nagyon sok dinoszauruszt láthatunk egyszerre, ami szerintem jó, ugyanis azért valljuk be, senki nem az emberek miatt nézi ezeket a filmeket, hanem a dinoszauruszok miatt, és azok kurva jók itt szerintem. Tehát maguk a dinos jelentek eszméletlen királyak, főleg ugye mikor kitör a vulkán, és akkor szalad az összes dinoszaurusz, illetve ugye a film végén, mikor kiengedik őket, akkor is ott egybe rohannak. Ez baromi jó szerintem, hogy így egybe ennyi dinót besűrítettek, és sokkal jobban működött a sok dinós jelenet itt, mint a sok dinós jelenet a Világuralomban. Tudom, mindig azt hozom fel negatív példának, de hát az a negatív példa, úgyhogy ezek meg a pozitívak, úgyhogy nem értem, hogyha amúgy tudnak ilyet is csinálni, hogy sikerül rosszabbat csinálni a jó után. Na mindegy. Illetve ez volt az a film, aminek köszönhetően igazi rajongó lettem. Valahogy akkora hatással volt rám, hogy elkezdtem utána járni mindennek, utánolvast élet, hogy gyűjteni a Jurassic-os cuccokat, főleg a Mattel figurákat, hiszen a Bukott Birodalomnak köszönhetően vannak a Mattel figurák is, ami szintén egy hatalmas pozitívum. Illetve egy személyes emlék is köt ehhez a filmhez, szóval ha nem lenne a Bukott Birodalom, lehet most nem lenne a Jurassic Lore Hunger sem. Első, Jurassic Park. Ez nem is volt kérdés. Torony magasan a Park a legjobb a hat film közül, soha nem fogja leverni egyik folytatás sem. Egy filmtörténelmi mértföldkő, egy igazi klasszikus. Itt még a dinoszauruszok állatoknak voltak beállítva szörnyek helyett.
Minden egyes karakter jól meg van írva, és tud velük azonosulni bármelyik néző. A zene egyszerűen csodálatos, a mai napig van, hogy fogom magam és hallgatom a fő témát. Mesteri módon nyúlt Spielberg Crichton könyvéhez, a lehető legjobb döntés volt, hogy ő rendezte meg. Ikonikus minden egyes jelent belőle, a Brachiosaurus első jelentétől mai napig képes könyvbe lábadni a szemem, a T-Rex szabadulása a mai napig vérfagyasztó és feszült, ugyanúgy, ahogy a raptorok a konyhában is. Megdöbbentő, de ebben a filmben van a legkevesebb dinoszaurusz faj, illetve jelent is, mégis mai napig ez adja a legtöbb és legjobb dínos élményt. A színészek remekeltek a szerepben, és a magyar szinkron is csodálatosan jó lett, még a szinkron fénykorában készült természetesen. Soha nem felejtem el azt az estét, mikor először láttam életemben, gyerekkoromban. Azóta sem volt rá milyen hatása a film, onnantól fogva megváltozott az egész életem. Itt ülhetnék, mégis órákon keresztül ajnározhatnám ezt a csodát, minden egyes részletre kitérve, lásd animatronikok, a legelső, mai napig is helytálló CGI, feszültségkeltés és rendezés mesterfokon, de így is érthető szerintem, hogy miért van az első helyen a Jurassic Park. Nos, ez volt az én Jurassic film rangsorom, mind a 6 filmről képes lennék órákon keresztül beszélni, egyszer talán egy podcast keretein belül beszélni sok valakivel, ha titeket érdekelne. Én mind a 6 filmet nagyon szeretem, még a Világuralmat is, annak ellenére, hogy látom a hibáit és azért itt eléggé szittam. Mindet bármikor megnézem, hiszen imádom ezt az univerzumot. Nyilván ez egy nagyon szubjektív lista, ezért írjátok le kommentben a ti rangsorotokat, nagyon kíváncsi vagyok rá, főleg arra, hogy a fiatalabb generáció mit gondol a 6 filmről, mert ugye sokaknak a World volt az első Jurassic élményük, így nyilván teljesen más az inger küszöb. Köszönöm szépen, ha végighallgattatok, remélem tetszett nektek ez a videó, még ha egy egyszerű, de annál fontosabb rangsor volt. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, már nagyon közel vagyunk az 500 feliratkozóhoz, illetve kövessetek be Instagramon is, link ott van a leírásban. Ez volt a Jurassic Lore Hungary, én Sanyi voltam, és a következő videóig, sziasztok!